Éppen üdítőt is vásárol ez a férfi az egyik székesfehérvári üzletben. Azonban nem csak neki, mindenkinek 50 forinttal kell többet fizetnie az egyszer használatos, egy utas jelzéssel ellátott termékekért már január 1-től. Habár az új visszaváltási rendszert hivatalosan ekkor vezették be, ezt követte egy átmeneti időszak. Június 30-ától viszont már tilos visszaváltási jelzés nélküli palackokat árusítani a boltokban. Mindez pedig számos kellemetlenséget is okozhat a vásárlóknak, hiszen csak nem régiben érkeztek meg a flakonok a boltokba, de akadnak a polcokon már régebbi áruk is. Vannak még olyan palackok, illetve üvegek, műanyag palackok és dobozok, amik még nem betétesek, és vannak, amik már betétesek, és ez egy kis fennakadást okoz a vásárlóknál. Ugye nagyon picivel van jelölve a dobozokon az, hogy 50 forint a visszaváltás, és egyelőre még ugye nem mindenki veszi észre, csak a pénztárnál tapasztalja meg, hogy visszaváltós palackot vett. Csapó Tibor a bolt tulajdonosa úgy véli, a visszaváltás nagyban hozzájárulhat a környezetvédelemhez. Ugyanezt mondja az egyik vásárló is, aki volt, hogy valóban csak a fizetésnél szembesült az áremelkedéssel, ezentúl odafigyel arra, hogy ne dobja el a palackokat, üvegeket. Nem a vizekben, meg a partoldalakban landolnak ezek az üres flakonok, úgyhogy mindenképpen csak nagyon kell figyelnünk, hogy csak a blokkon veszi észre az ember, mert nem figyeli, hogy ez visszaválthatós. És akkor, mikor a blokkon látjuk, akkor már mondtam a gyereke unokáknak is, hogy már nem gyűjtjük bele a hulladékunkba, a műanyagokhoz, hanem ezt félretesszük és visszük vissza. Jövő hétfőtől tehát mindenkinek számolnia kell az áremelkedéssel, ha üdítőt, ásványvizet, szeszes italt vásárol. Azonban ezt az összeget visszakapják, ha az üres, nem összenyomott üvegeket a MOHU honlapján olvasható kijelölt visszaváltó helyek valamelyikébe viszik.